Nincs érdemi garancia a gyulai húsipar hosszabb távú működésére. Hívta fel a figyelmet az egész ágazat nehéz helyzetére a Jobbik Magyarországért mozgalom. A párt képviselői a pénteki gyulavári sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták, örülnek, hogy kormányzati segítséggel sikerült talpra állítani, illetve új alapokon átszervezni a húsipar egyik zászlós hajóját. Azt mondták, figyelmet fordítanak majd a későbbi működésre is. Szabó Ferenc a párt gyulai alelnöke kiemelte, a cég privatizációjával kapcsolatban nem történt meg az elszámoltatás. Márpedig a gondok nem most, hanem jóval régebben kezdődtek. Igazából rossz irányba úgy fordultak a dolgok, hogy olyan embereknek próbálták eladni annyi pénzért, ami nem volt tisztességes. Csak egy példát mondok, 95-ben 50 millió forintért adták el a húskombinátot, nem egészen egy év múlva 836 millióért adták tovább. Én úgy gondolom, hogy ez a két összeg között jelentős különbség van. A Jobbik megyei alelnöke kitért az ágazat általános nehéz helyzetére. Emlékeztetett, már tavaly megfogalmazták megoldási javaslataikat, ám ezek nem találtak értő fülekre. Gajdos Attila hangsúlyozta, a mezőgazdaságon belül jelenleg a növénytermesztés sokkal erősebben támogatott, míg erre 300, az állattenyésztésre 20 milliárdos támogatás jutott. Én azt mondom természetesen, hogy az önkormányzatnak ezt és az államnak ezt a döntését ezt támogatni tudjuk. Az ördög a részletekben rejlik, tehát látjuk, hogy ki lesz a vezetője, hogy fogják ezt működtetni. Mi természetesen drukkolunk, de kritikával fogunk élni, és mindig figyelni fogjuk ezeket a történéseket, és elmondjuk a véleményünket, hogyha valamilyen negatív folyamatok vannak. Mint arról már beszámoltunk, az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft. Várhatóan február elején kezdi meg a termelést.